Elszaporodó dohánylopások. Az elmúlt egy-másfél év jövedékiadó emelései miatt nem csak az ukrán csempészáru van jelen a dohánypiacon, de elszaporodtak a termelők kárára elkövetett dohánylopások is. Alacsonyabb rezsi, csökkenő költségek és hatékonyabb energiafelhasználás az Ibrányi Móricz Zsigmond gimnáziumban. Nők az egészségügyben. A védőnőknek kiemelt szerepe lesz a méhnyakrák szűrésében. 2015-től ugyanis a védőnői kompetenciába beletartozik majd a szűrés is. Az eddigi adatok szerint rekordmennyiségű dohányt loptak el a magyarországi ültetvényekről. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az elmúlt egy-másfél év jövedékiadó emelései miatt nem csak a hagyományosan gondot okozó ukrán csempészáru van jelen a dohánypiacon, de elszaporodtak a termelők kárára elkövetett dohánylopások is. Ez is téma volt a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének Mária Pócson megtartott küldött gyűlésén. A tisztségviselők megválasztása volt a fő napi rendje a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének küldött gyűlésén. Többségében az eddigi elnökségi tagok kaptak további bizalmat a tagságtól. A szervezet elnökének ismét Bényei Illést választották, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban elszaporodtak a dohánylopások, amely ellen a szövetség szeretne hatékonyan fellépni. A cigaretta ára az elmúlt évben, hát elsősorban a jövedéki adó hihetetlen emelése miatt, most már ugye 80%-os adótartalommal bír egy-egy doboz cigaretta, ez az alacsonyabb jövedelműek vagy a segélyből élőknek szinte megfizethetetlenné válik. És bizony a fekete kereskedelem, mondhatni most már, hogy intézményes módon erre rátelepült ezeknek az alacsony jövedelműeknek a kiszolgálására, akik nem tudják megfizetni a legális terméket, most már tasakokba árulják a vágott dohányokat. A lopások megakadályozása érdekében a szövetség felvette a kapcsolatot az önkormányzatokkal és a rendőrséggel, valamint a polgárőrséggel, és figyelőszolgálatot szerveztek a dohányföldek mellett. Bénye Illés szerint a szűkülő legális piac a foglalkoztatásra is káros hatással lehet. A szektorban dolgozók 80%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakik, 90%-uk szakképzettség nélküli, 70%-uk nő és mintegy 50%-uk roma. A termőterületek megközelítőleg 95%-a az alföldi térségben, ezen belül is elsősorban az észak-alföldi régióban található, ahol kiemelten fontos a foglalkoztatottság kérdése. 35 millió embernek ad a földön a dohánytermelés munkát. Európában ez 400 ezer főt jelent, Magyarországon 20 ezer főt. Tehát ha és amennyiben ez a tevékenység nem lenne, miután a dohány azon gyenge termőhelyű területeknek a növénye, ahol már más kultúrnövénynek a termesztése nem lehetséges, így ezen térségekben a foglalkoztatásnak a fennmaradása, ennek a fenntartása kizárólag a dohány termesztésével oldható meg. Bénye Illés azt is elmondta, hogy az idei évtől kezdve a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége is csatlakozik a Dohánytermelők Világnapjához, amelyet október 28-án ünnepelnek annak emlékére, hogy több mint 500 évvel ezelőtt 1492. október 28-án Kuba felfedezésekor ismerte meg az első európai, Kolumbusz Kristóf, a dohánynövényt és annak hasznosítását. Magyarországon a török hódoltság idején kezdték el termeszteni, és azóta is hazánk egyik jelentős gazdaság. Növénye. Csökkenő költségek és hatékonyabb energiafelhasználás az Ibrányi Móricz Zsigmond gimnáziumban. Pénteken az iskola igazgatója és tanulói vették át a felújított épületet, amelynek korszerű fűtés és elektromos rendszerét mostantól már megújuló energia is táplálja. A napsütés már nem csak a tanulóknak hoz jó kedvet, az Ibrányi Móricz Zsigmond gimnázium szakközépiskola és kollégiumban, hanem energiát is termel. Az Ibrányban és Tiszabercelent több mint 600 középiskolás diákot oktató intézmény mindkét telephelyén korszerűsítették a fűtési rendszert és a világítást. Több mint 50 éves épület, nyilászárói elhasználódtak, belső fűtési rendszere, elektromos rendszere már nem volt korszerű, tehát ezért mindenképpen szükségessé vált a felújítása.
Szigetelték a tetőt és a homlokzatot, felújították a fűtési rendszert, amelyben korszerű kondenzációs kazánok biztosítják a szükséges hőmennyiséget. A felújítás során a villamos berendezéseket is energiatakarékos armatúrákra cserélték. Az energiaköltségek további csökkentését szolgálja a megújuló energiát felhasználó technológiák telepítése. Az elektromos és fűtési rendszert napelemek és napkollektorok is kiegészítik. 4 fenntartóváltáson esett át ez a projekt, illetve az intézmény, még valamikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat adta be a pályázatát, ezt követően volt egy fenntartóváltás, a rövidített nevén MIK, ez a megyei intézmény fenntartó központ vett át, és most 2013. április 1-től a Kébezberg intézmény fenntartó központ volt a harmadik fenntartó, és azért mondom a negyediket, mert a Tiszabercelli tagintézmény esetében szintén történt egy fenntartóváltás, most augusztus 1-től a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került fenntartásban az intézmény. Az átadó ünnepségen az iskola könyvtárra is ajándékot kapott. A Vörös Sándor életművét tartalmazó köteteket a költő születésének 100. évfordulóján adományozta a kormány. Ez egy valódi esélyteremtő középfokú intézmény. Itt az Ibrányi kistérségben, ahol elég sokan a családból hátrányos helyzetből érkeznek, hiszen maga a kistérség hátrányos helyzetű, és ez az iskola kitörést ad, társadalmi felemelkedésre ad lehetőséget az itt tanuló diákoknak. Az iskola most átadott korszerűsítése több mint 230 millió forintba került, amelynek 70%-át Magyarország költségvetéséből és az Európai Unió kohéziós alapjából finanszírozták. A fennmaradó részt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség saját forrásból fedezte. A védőnőknek kiemelt szerepe lesz a méhnyakrák szűrésében. 2015-től ugyanis a védőnői kompetenciába beletartozik majd a szűrés is. Országosan 300-an, a megyében 50 védőnő már végzett a képzéseken. Többek között erről is szó volt a Nők az egészségügy életében, Egészség a nők életében című konferencián. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak közös szakmai napján a nőket érintő krónikus betegségek visszaszorításáról, valamint az egészségügyben dolgozó nők helyzetéről tartottak előadásokat. Az egészségügyi ellátórendszerben nők dolgoznak nagyobb arányban, az ápolás, a szakápolás és a védőnői munka területén. A népegészségügyi programban az egészségügyi dolgozók hogyan mutatnak példát, hogyan foglalkoznak saját egészségükkel, és munkájuk kapcsán hogyan segítenek vagy javítanak a lakosság egészségén. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak a szakemberek. A női szerep és a munka összeegyeztetése örök dilemma a nők számára. Mint családanyáknak mindenütt helyt kell állniuk, ehhez lelki erejükre is szükség van. Meg kell felelni az elvárásoknak, másrészt teljesíteni kell azokat az egészségpolitikai célkitűzéseket, amelyeket a meglévő struktúrában, a jelenlevő adott esetben amortizálódott eszközökkel kell biztosítani. Az ápolók, a szakdolgozók, és én most elsősorban róluk szeretnék beszélni, egy azon időben anyaszerepet, feleségszerepet, házastárs szerepet, gyermekszerepet, szülőszerepet töltenek be, és a mindennapi munkájuk során gyakorlatilag kirakatban dolgoznak. Ma Magyarországon évente 400 nő hal meg méhnyak daganatban, 4-szer annyi, mint Finnországban. Ezért is fontos a betegség szűrésének kiszélesítése. Budapesten és Nyíregyházán lesznek azok a képzések, ahol a védőnőket felkészítik erre a feladatra. Ezzel el lehet érni, hogy azokat a nőket is megvizsgálják, akik évek óta nem voltak rákszűrésen. A védőnők megkapják azoknak a listáját, akik már több mint 3 éve nem voltak szűrővizsgálaton, ugyanis jelenleg 3 évente ajánlott ennek az elvégzése. Akik rendszeresen járnak szakorvoshoz, természetesen ők járjanak továbbra is szakorvoshoz. Akiknek viszont úgy gondolják, hogy egyszerűbb, ha a védőnőkhöz elmennek, és ténylegesen megtörténik 3 évente a vizsgálatuk, elsősorban erre irányul a védőnők felkészítése. És ezeket a nőket a saját körzetükben fogják tudni elérni, tanácsadóban megfelelő felszerelések lesznek, amivel a kenetvételt meg tudják csinálni, és ezt követően megtörténik a citológiai vizsgálat. 50 védőnő már túl van a képzésen. Az egészségügyi karon a védőnői képzésbe már beépítették a szűréssel kapcsolatos ismereteket is, hiszen 2015-től rendeletben szabályozottan a védőnők kompetenciájába is beletartozik majd a nők méhnyakrák szűrése. Megkezdték a nyíregyházi bújtosi szabadidőcsarnok betonozását. A város tulajdonában lévő sportcsarnok felújítására két ütemben több mint 150 millió forintot költenek.
A munkálatok első felében a küzdőtér parkettáját cserélik ki, ez 85,5 millió forintba kerül. A költségek 30%-át az önkormányzat fizeti, a többi az úgynevezett TAU-s pénzből valósul meg. A csarnokba most egy 8 cm-es betonréteget fektetnek le. A padlózaton korábban egy elektromos hálózati rendszert is kialakítottak. Így a jövőben egy-egy rendezvény kapcsán már nem kell a kábeleket a csarnokon körbevezetni, hanem a csatlakozókon keresztül az már a parketta és a betonréteg alatt futhat. A sportcsarnokban nem csak a parketta csere adott munkát az üzemeltetőnek, előtte a talajvíztől is mentesítenie kellett a csarnokot. A felújítás előtt 9 helyen ázott be a bújtosi, most ezek a problémák is megoldódnak. A teljes felújítás jövőre kezdődhet meg, amelyre a kormány 2,1 milliárd forintot tervezett be a 2014-es költségvetésben. A hagyományokhoz hűen október második felében kiállításon mutatják be a megye művészeinek képző és iparművészeti alkotásait. A részletekről hamarosan előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Fennállásának legeredményesebb szezonját tudhatja maga mögött a nyírsuli atlétikai szakága. A nyíregyházi versenyzők az országos bajnokságokon 26 arany, 18 ezüst és 25 bronzérmet nyertek. A diszkoszvető Szikszai Róbert junior Európa-bajnoki címet szerzett, és rajta kívül még 6-an képviselték a nyírsulit a különböző világversenyeken. Őszi tárlat nyílt a Józsa András Múzeumban. A hagyományokhoz hűen október második felében kiállításon mutatják be a megye művészeinek képző és iparművészeti alkotásait. Érdekesség, hogy idén 77 alkotás közül 3 amatőr munkáját is megtekinthetik az érdeklődők. Az elmúlt egy év termését felvonultató tárlat november 21-éig látható a Józsa András Múzeumban, Nyíregyházán. Boros György, Szabó Attila és Soltész István alkotásait is bemutatja az őszi tárlat. A Józsa András Múzeumban 1955-ben rendezték meg az első ilyen tárlatot, amely a megye alkotó művészeinek adott bemutatkozási lehetőséget. Idén ismét kiállították azokat az alkotásokat, amelyeket az elmúlt egy esztendőben készítettek a művészek. Nagyon jó volt az időzítése, hisz néhány nappal ezelőtt ünnepeltük Rúdi Gyulának a 135. születésnapját, illetve az 1956-os forradalomnak a kitörési időpontját is, és ez a tárlat mind a kettejükhöz kötődik. Részben Krúdihoz, az őszi tárlat muzsikás kifejezésével, amely egy nagy szemlézést, begyűjtést jelent, hogy mire vagyunk mi itt képesek Szabolcsban, Szatmárban, Berekben, és megmutatja Krúdinak azt a példáját, hogy innen az ország keleti sarkából is a művészetben nagyon magasra lehet emelkedni. De kötődik 56 emlékéhez is azzal, hogy a művészetten keresztül egy lázadást fogalmaz meg a szépért, a jobbért, kifejezi az itt élő embereknek, nyíregyháziaknak és a megyebelieknek a törekvését a szépre, a jóra, a nem csak a művészetben való boldogságra, hanem a társadalmi boldogságra is. Az idei őszi tárlat újdonságot is hozott, hiszen 77 hivatásos művész által készített alkotás mellett 3 amatőr kezemunkáját dicsérő produktummal is megismerkedhetnek a múzeumba látogatók. Az idején egy kicsit nyitni próbáltunk az amatőrök felé is, illetve azok felé is, akik nem laknak, tehát lakóhelyük nem Nyíregyházára vagy a megye valamelyik településére van bejelentve, viszont itt dolgoznak például a főiskolán vagy a művészeti szakközépiskolában, mindenképpen lehetőséget akartunk nekik is adni a bemutatkozásra. Átadták a megye és a város művészeknek járó elismeréseit. Gál Ludmilla textilművész és Varga Lóránt festőművész volt a díjazottak között. Meglepett az elismerés, mert nem voltam erre a dologra felkészülve, hiszen annyi ismert művész van itt, akik már azért sok mindent leraktak az asztalra. Én most szerepelek először ezen a tárlaton, ezért nagyon meglepett ez a díj. Az őszi tárlaton kívül a könyvmegálló mellett Krúdi padot avattak, így kívánják élő közösségi térré alakítani a múzeum előtti területet. Az őszi tárlat november 21-éig várja a művészetek iránt érdeklődőket. A II. Világháborús hősök tiszteletére tartottak koszorúzást Nyírtálkán vasárnap. 1944. októberében a Királyteleknél folytatott harcokkal és Nyíregyháza visszafoglalásával sikerült megakadályozni az oroszok bekerítő akcióját. Ezzel mintegy 150 000 embert sikerült visszavonni a Tisza mögé.
1944. október 27-én és 28-án Királytelek Alsó-Sóskút területén zajlottak a háborús események. Az oroszokat fedezékbe kényszerítették, majd megrohamozták. A roham sikerült, sok foglyot ejtettek, két löveget, három géppuskát, négy golyószórót zsákmányoltak, és az ellenséget visszaszorították. A kemény küzdelem másnap reggelig tartott, ekkor sikerült felszámolni, illetve visszavonulásra kényszeríteni az orosz erőket. A harcok következtében mintegy 150 ezer szovjet katonát sikerült visszavonni a Tisza mögé, megakadályozva ezzel az oroszok bekerítő akcióját. A nyíltelki megemlékezésen részt vett az akkori események ma is élő résztvevője, dr. Kovács Tibor, aki a harcoló magyar csapatokat vezette. Tudtuk azt, hogy Nyíregyházát már elfoglalták, és aztán itt tovább akarnak jönni. Tehát legalább Királytelket megszabadítjuk tőlük, és ide ne jöjjenek. Elkergetjük őket. Tehát ez az elkergetés nem volt olyan egyszerű dolog, mert hát ugye 11 hős halottunk volt, és 20 sebesült. Méghozzá jó barátaim közül, akikkel én annak idején a Debreceni Református Kollégiumban együtt jártam. A csatában elesettek tiszteletére 1984. októberében emlékművet és fejfát állítottak Nyírtelken. Az emlékezők itt helyezték el a koszorúkat. Királytelken egy csata is lezajlott, amelyet most már hosszú idő óta ünneplünk. Sajnálatos módon ebbe a csatába 11 magyar katona is életét vesztette, akik itt vannak eltemetve. Az önkormányzat által hősi temetővé nyilvánított dőzsaszőlői temetőbe. Mindig a napján, október 27-én kijövünk és emlékezünk a hősökre, koszorúzzuk a sírjukat. Nyíltelek önkormányzata a temetőben emelt fejfák mellett a helyi honvédelmi parkban is emléket állított a királyteleki csata hőseinek. A harcokban elesett katonák nevét és rendfokozatát emléktábla őrzi. Fennállásának legeredményesebb szezonját tudhatja maga mögött a nyírsuli atlétikai szakága. A nyíregyházi versenyzők az országos bajnokságon 26 arany, 18 ezüst és 25 bronzérmet nyertek. A diszkoszvető Szikszai Róbert junior Európa-bajnoki címet szerzett, és rajta kívül még hatan képviselték a nyírsulit a különböző világversenyeken. Eredményesen kezdték és eredményesen fejezték be a szezont a nyírsuli atlétái. A kettő között az országos bajnokságokon, köztük a hazai rendezésű junior és U23-as OB-n összesen 69 érem került a nyíregyházi versenyzők nyakába, 26 arany, 18 ezüst és 25 bronz megoszlásban. A fiatalok számos országos csúcsot is megjavítottak, így nem meglepő, hogy minden idők legeredményesebb évét zárja majd a Vas László által vezetett szakág. Ügyességi csapatbajnoksággal úgy zártuk az évet, hogy a diszkoszvető fiúk, a junior diszkoszvető fiúk országos csúcsot dobtak, tehát évzárásként nem egy rossz eredmény, és hát összességében a magyar bajnokságokat tekintve 26-szor állhattak a dobó legmagasabb fokára. És azt hiszem, hogy ez a sportiskola történetében a legsikeresebb év volt, nem csak a dobók viszonylatában, hanem a többi szakág viszonylatában is. A nemzetközi szereplés is kiemelkedő volt, hiszen a diszkoszvető Szikszai Róbert junior Európa-bajnok lett Lietiben, ahol Káplár János is dobókörbe lépett, a 400-as Palástyi Luca és Vigvári Szabolcs a döntőben futhatott a Donyecki ifjúsági világbajnokságon, Bakosi Péter és Ónodi Dávid a tamperei U23-as Európa-bajnokságon, Helebrant Máté pedig a moszkvai felnőtt világbajnokságon képviselte a magyar színeket. Az a fiatal társaság, akiket évekkel ezelőtt kiválasztottunk, azok most kezdenek beérni, illetve az a munka, amit eddig elvégeztek, az most hozza meg a hatását, és most érik be a gyümölcs. És hát ezek a gyerekek mind saját nevelési gyerekeink, és természetesen hozzájárult az is, hogy a szakember gárdánk az országosan elismert szintű, és nyugodt körülmények között tudunk készülni, hiszen itt van a városi stadion, ami rendelkezésünkre áll, az NVSC pálya a dobók részére, a főiskola fedett csarnoka a futók részére és az ugrók részére, és hát a város anyagi támogatása az pedig biztosítja, hogy minden versenyen ott lehessünk, és kellőképpen fel tudjunk készülni a versenyekre. Mivel az atlétika is bekerült a kormány által kiemelten támogatott 16 sportág közé, újabb forrásokhoz juthat majd a nyírsuli.
Három kategóriában szeretnénk pályázni, az egyik a műhely támogatás. Itt a dobók, az ugrók és a futók egyaránt pályázhatnak, mert azoknak a feltételeknek, amelyeket a MASZK írt, megfelelünk nemzetközi szintű eredményekkel. Ezen kívül van egy szakmai műhely támogatás, illetve utánpótlás nevelési támogatás, ebben szintén tudunk pályázni, és van egy egyszeri eszközbeszerzés, amire szintén szeretnénk pályázni. Tehát összességében, ahogy számoltam, 10 pályázatot fogunk beadni, remélhetőleg, hogy milliós nagyságrendű támogatást kaphatunk abból az állami pénzből. A nyíregyházi atléták már elkezdték a felkészülést a 2014-es szezonra. A cél az, hogy a hazai sikerek megismétlése mellett az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő junior világbajnokságra és a svájci felnőtt Európa-bajnokságra is jussanak ki nyírsulis versenyzők. 1-0-ra győzött a nyíregyháza Spartakusz a Szolnok ellen az MB2 11. fordulójában. A Spari két nyeretlen meccs után tudott ismét győzni. A mérkőzés egyetlen gólját Sándor István büntetője révén a 71. percben szerezték. A Kisvárda viszont 2-1-es vereséget szenvedett Békés Csabán. A Kisvárda kedden 12:30-kor Magyar Kupa mérkőzésen a Pápát fogadja majd a Várkerti pályán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az eddigi adatok szerint rekordmennyiségű dohányt loptak el a magyarországi ültetvényekről. Az elmúlt egy-másfél év jövedéki adó emelései miatt nem csak az ukrán csempészáru van jelen a dohánypiacon, de elszaporodtak a termelők kárára elkövetett dohánylopások is. Ez is téma volt a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetségének Mária Púcson megtartott küldött gyűlésén. Csökkenő költségek és hatékonyabb energiafelhasználás az Ibrányi Móricz Zsigmond gimnáziumban. Pénteken az iskola igazgatója és tanulói vették át a felújított épületet, amelyek korszerű fűtési és elektromos rendszerét mostantól megújuló energia is táplálja. A védőnöknek kiemelt szerepe lesz a méhnyakrák szűrésében. 2015-től ugyanis a védőnői kompetenciába beletartozik majd a szűrés is. Országosan 300-an, a megyében 50 védőnő már végzett a képzésekkel. Többek között erről is szó volt a Nők az egészségügy életében, Egészség a nők életében című konferencián. Ez volt a Kölcsei Televízió híradója hétfőn este. Kedden a szokott időben 19 órakor jelentkezünk friss hírekkel, információkkal. Addig pedig kereshetik weboldalunkat. Most pedig az is kiderül, hogy meddig tart a szokatlan, tavaszias őszi idő. Munkatársaim nevében most köszönöm figyelmüket, teljen kellemesen az estéjük, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. A következő 24-36 óra folyamán eleinte enyhe és szárazabb, majd északnyugat felől ismét nagyobb nedvességtartalmú, 1-2 fokkal hűvösebb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. Éjjel eleinte változóan, majd gyengén felhős idő várható. Foltokban köd képződik, kezdetben néhol kisebb eső előfordulhat. A déli szél megélénkül időnként megerősödik, reggel általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napsütéssel, zápor előfordulhat helyenként a délutáni és esti óráktól. A változó irányú szél mérsékelt marad, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is hasonlóan alakul az időjárás, éjjel 8-10 fokig csökken a hőmérséklet, kedden napközben pedig 16-18 fok várható, kisebb eső előfordulhat. Kedden az északi tájakat egy hullámzó hidegfront éri el, amely a korábbi számításokhoz képest lassabban vonul kelet felé, sőt csütörtökön itt oszlik fel felettünk, és csupán az északi, valamint nyugati megyékben okozhat kevés csapadékot. A hőmérséklet is ennek megfelelően északon és Dunántúlon csökken nagyobb mértékben. Csütörtökön nyugaton mindössze 11-13 fok valószínű délután is. Az Alföldön ugyanakkor még szerdán is 20 fok feletti maximumi lesz jellemző. Derűs napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet.